kettős nyomás. Egy friss tanulmány szerint Magyarországon nagy nyomás nehezedik a férfiakra, hiszen két egymást akadályozó feladatnak kell megfelelniük, vagyis egyszerre legyenek kenyérkeresők, valamint törődő apák is. Máté Szalkai fejlesztések 3 pályázattal is fejlesztik az ipari parkot, ezzel javítva a létesítmény infrastruktúrális hátterét, valamint segítve a magasabb szintű kutatásfejlesztési projekteket. Amíg egyre többen várják el a magyar apáktól, hogy családcentrikusak is legyenek, addig viszont nem csökkent a velük szemben támasztott elvárás, miszerint a férfi elsődleges feladata a család pénzügyi hátterének biztosítása. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Központi Statisztikai Hivatal új tanulmánya szerint ezért jelenleg Magyarországon nagy nyomás nehezedik a férfiakra, hiszen két egymást akadályozó feladatnak kell megfelelniük. Legyenek kenyérkeresők és törődő apák egyszerre. A problémát pedig csak fokozza, hogy gyakran a társadalmi elfogadás sem kedvez a modern apa képének. A 20 és 44 évesek közötti korosztály több mint 90%-a egyetértett azzal, hogy a férfiak legfontosabb feladata, hogy biztosítsák a család megélhetését. Derül ki a KSH Népességtudományi Kutatóintézete által kiadott Demográfiai Portré 2018 kötetének a férfiak családban betöltött szerepeire vonatkozó tanulmányából. Az apai szerepelvárások jellemzésére változásának mérésére kialakított állítássor azt hivatott felmérni 2009-től, hogy a népesség mennyiben támogatja a hagyományos apa szerepet, illetve az új típusú családcentrikus férfi szerepet. Vitál Attila szerint a hagyományos apakép erős beégése annak is köszönhető, hogy a szocializmus időszakában alapvetően az egykeresős családmodell volt a meghatározó. A szociológus elmondta, ez amiatt is alakulhatott így, mert a nők az alacsonyabb képzettség, a hosszabb gyes és a korábbi nyugdíj lehetősége miatt alapvetően kiszorultak a szervezett munka világából. Ezt még ráadásul erősítette az úgynevezett második gazdaság, a háztáji gazdaság, a fusi tevékenység, majd a 80-as évektől a vállalati gazdasági munkaközösségekbe való bekapcsolódás, ami jövedelem kompenzáció erővel bírt, és elsősorban a férfiak számára biztosított többletjövedelem szerzési lehetőséget. Ezért azok a generációk, akik a 70-es, 80-as években nőttek fel, ugye ők azt látták, hogy a szülők közül az édesapa, az folyamatosan dolgozik, szinte soha nem volt otthon, ugye? És azért ez egy meglehetősen kemény módon bevésődött gyerekkori élmény. Családi bevásárlás, pelenkázó apuka, a modern apa képe. A tanulmány alapján nem csak a hagyományos kenyérkereső apa szerepnek, hanem a családcentrikus, résztvevő apai szerep támogatottságának is vannak egyértelmű jelei, hiszen a megkérdezettek közel 2/3 egyetértett azzal, hogy egy férfi számára sokkal fontosabb, hogy több időt töltsön családjával, mint hogy plusz munkával mindenáron növelje családja bevételét. Az apasággal kapcsolatos elvárások változása tehát viszonylag ellentmondásos, hiszen a legtöbben két egymást akadályozó feladat egyidejű megugrását várják el Magyarországon a férfiaktól. Egyszerre biztosítsák az anyagiakat, és a mindennapokban aktívan résztvevő apák legyenek. A évszázadokon keresztüli munkamegosztási sémát, családi nemi szerepeket nem lehet azért egyik évtizedről a másikra fölborítani. Ugye Magyarországon azt még sokan elutasítják a gondolatot is, hogy mondjuk a férfi vegye igénybe a gyermekgondozási ellátást, hogy esetleg ő legyen a gyermekkel 1 vagy 2 éven keresztül. A társadalom egy kicsit olyan gyanúsan méregeti, hogy akkor ő el akarja kerülni a munkát, vagy a feleség hordja otthon a nadrágot. Tehát, hogy nagyon ambivalens ez, mert nagyon sok férfi számára egyébként ez egy vállalható alternatíva lenne, de olyan nyomás érkezik a környezettől, a családi környezettől, a szociális környezettől, a lakókörnyezettől, hogy ez még kevésbé elfogadható számára, de mondom, ezt az idő megoldja. 2-3 évtized múlva ez már teljesen természetes lesz szerintem. Valahol azonban ez már nem a jövő. A tanulmány Magyarországot Németországgal is összeveti, és ez alapján a magyarok több mint 2/3, a németeknek pedig csak alig több mint negyede gondolja úgy, hogy az apa nem maradhat otthon háztartásbeliként. Jelentős a különbség abban is, hogy a férfinak képesnek kell lennie arra, hogy családját eltartsa.
A magyarok 93%-a így vélekedik, míg a németeknek csak alig több, mint negyede. A magyarok e tekintetben tehát sokkal egyértelműbb elvárást fogalmaznak meg a férfiak irányába. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a kettős elvárás Magyarországon elterjedtebb, szemben például Németországgal, ahol a gyermekcentrikus apai elvárás egyben a klasszikus, anyagi biztonságot biztosító elvárások enyhülésével jár együtt. 2019-ben 8%-kal, 2020-ban pedig további 8%-kal emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege. A két éves megállapodás a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán született. A bérajánlás mértékét mindkét évre 8%-ra határozták meg. A minimálbér összege így 149 ezer forintra, a garantált bérminimumé pedig 190 ezer forintra nő január 1-től. Így mindkét kategória összege több, mint a duplájára nő a 2010-es adatokhoz képest. 2020-ra a minimálbér 161 ezer forintra, míg a garantált bérminimum pedig 210.600 forintra fog emelkedni. Három pályázattal is fejlesztik Máté Szalkán az ipari parkot, ezzel javítva a létesítmény infrastruktúrális hátterét, valamint segítve, hogy magasabb szintű kutatásfejlesztési projektek valósulhassanak meg a park területén működő vállalatoknál. A település távhőszolgáltatását is fejlesztik, valamint jövő nyárra befejeződhet a városi mozik közel 790 millió forintos korszerűsítése. Máté Szalkán a beruházásokkal a foglalkoztatottság növelését és a vidék népesség megtartó erejét kívánják előmozdítani. Több mint 40, többek között a világ élvonalába tartozó optikai, kereskedelmi és textilipari vállalkozásnak ad otthont a Máté Szalkai Ipari Park. A létesítményben működő cégek nem csak a település, hanem a térség szempontjából is meghatározóak, hiszen a régió gazdaságát és versenyképességét jelentősen erősítik, valamint munkát is biztosítanak a lakosság számára. Éppen ezért a város vezetésének kiemelt feladatot jelent az ipari park folyamatos fejlesztése. Az ipari parkot három pályázatunk érinti, egy 606 millió forintos pályázat, amelyből teljes közművel látjuk el a hiányzó területeken az ipari parkot. Egy inkubátor pályázatot is nyertünk, egy inkubátorház pályázatot, amely arra szolgál, hogy meglévő vállalkozásaink, betelepülni vágyó vállalkozásaink a termelési tevékenységet folytathassák egy ilyen 80%-ban elkészült úgynevezett dobozban, ahol kvázi azonnal gyártási tevékenységet végezhetnek. Beadtunk egy tudományos technológiai ipari park pályázatot is, az eredményes döntés után Máté Szalka ipari parkja, fogalmazzunk úgy, hogy az ipari parkok krémjébe tartozik majd ezután, kutatásfejlesztési projektekben ez egy óriási lehetőség. Három külterületi út újult meg 105 millió forintból Máté Szalkán, illetve átadták a települést Nyír megyessel összekötő kerékpárutat is. Az Egyesített Szociális Intézmények épületét 42 millió forintból korszerűsítették a városban, valamint a Római Katolikus Egyház fenntartásában egy új óvoda is létesült. Büszkék vagyunk arra, hogy elnyertünk egy valóban példamutató környezettudatos pályázatot is a Szalka Távhő Kft-n keresztül. Ez az önkormányzati távhőszolgáltató a későbbiekben egy külső szolgáltató bevonásával, 60%-os támogatás intenzitás elnyerésével sokkal hatékonyabban állítja elő az energiát, hiszen a Máté Szalkai kincset hozzák a felszínre, mégpedig geotermális energia formájában. Ezzel látjuk el majd a hőközpontjainkat. Hanusi Péter azt is elmondta, a környezettudatosság javítása érdekében két elektromos töltőállomást is kialakítottak Máté Szalkán, itt 5 évig tölthetik ingyen árammal működő járműveiket tulajdonosaik. A polgármester hozzátette, turisztikai fejlesztései közül a városi mozi 790 millió forintos felújítása a végéhez közelít, nyár végén már egy modern épület várja a filmek szerelmeseit Máté Szalkán. Louis Braille születésnapján január 4-én avatta új irodáját a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Az egyesület 2019-ben ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját. 2004-ben alakult a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete Nyíregyházán. A tevékenységeik köre 2006-ban bővült, akkor már a foglalkoztatásra helyezték a hangsúlyt. Így ma már 6 szakképzett látássérült és 2 jól látó dolgozik a szervezetnél. 2009-ben egy hangstúdiót is kiépítettek, hogy feladataikat országos szinten is el tudják látni.
Nagyon fontos az, hogy meglegyenek azok a helyek, ahol ők elérhetőek, hiszen az a munka, amelyet ők végeznek, az a lendület, amelyel ezeket a feladatokat megoldják, ezek nagyon-nagyon fontosak a megye közéletében. És nagyon fontos az is, hogy a társadalom számára meglegyen az az érzékenyítési lehetőség, amelyet azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon szükséges egy társadalom felnőtté válása szempontjából, és itt mind iskolákban, mind közintézményekben, egyetemen végzik ezt a tevékenységet, és ezáltal az emberek találkozhatnak, velük találkozhatnak azokkal a problémákkal, amelyek a vakok és gyengénlátók szembesülnek a nap mint nap, a mindennapi élet folyamán. Fontos, hogy a feladataikat megfelelő körülmények között tudják elvégezni, így a Zöld Irodaház az Országzászló téri, majd a Szent István utcai iroda után most a Búza térre költöztek, ahol 4 irodát bérelnek. Külön helység van a saját kiadványok elkészítésére és külön az ügyfelek fogadására. Az Egyesület 15. évét már ebben az irodában kezdte meg január elején. Februárban egy tapintható kiállítást tervezünk a József András Múzeummal közösen. Márciusban közösségi program keretében a Szolnoki Reptárba visztük el a tagjainkat. Áprilisban anyaolvas témán felolvasó napot fogunk megvalósítani, ahol hangos könyvet készítenek az anyukák az Egyesület hangstúdiójában. Májusban megszervezzük az országos Braille olvasó versenyt, hiszen az országban már csak nálunk van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen rendezvény. Lesz még ifjúsági tábor látássérült és egészséges gyerekek közreműködésével inkluzív keretek között. A Fehérbot napjára tervezünk egy komoly zenei koncertet, ahol kifejezetten látássérült zenészeket, énekeseket fogunk majd meghívni, hogy bemutatkozzanak. Idén 2 új szolgáltatást is bevezetnek. Az egyik a telefontár, amelynek keretében egy zöld szám segítségével akciós újságok és tévéműsorok tartalmát hallgathatják majd meg a vakok és gyengénlátók. A másik pedig a vakmerő program, amely közéleti személyek segítségével mutatja meg, hogyan végzik hétköznapi tevékenységeiket a látássérültek. 2015-ben indította a kormány az otthonteremtési programot, amivel eddig több mint 92 000 családnak tudtak segíteni, mondta el Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az MT-nek. 2019-ben ennek bővülésére lehet számítani, a költségvetésben ugyanis 242 milliárd forint áll ennek rendelkezésére. A családok támogatása érdekében emelkedik a GYED, valamint a diplomás GYED összege. Utóbbit az érintettek már a gyermek 2 éves koráig igénybe vehetik. A GYED maximális összege 2019-ben eléri a bruttó 208 600 forintot, míg a diplomás GYED az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 104 300 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 136 500 forintra emelkedik. Idén megjelenik a gyermek otthon gondozási díja is, vagyis a GYOD. Azok a szülők, akik tartósan beteg, folyamatos ápolásra szoruló, önellátásra képtelen gyerekeikről otthon gondoskodnak, a gyermekek otthongondozási díjára lesznek jogosultak, amely 2019. január 1-től egységesen 100 000 forint, és 2022-re folyamatosan emelkedve eléri az akkori minimálbérnek az összegét. Azok, akik ápolási díjra jogosultak, más hozzátartozónak a gondozása jogán, azok pedig egy 15%-os emelésben részesülnek január 1-től, és utána 5-5-5%-kal emeljük az ápolási díjat 2022-ig. A pénzügyminisztérium közlése szerint január 1-től 20%-kal emelkedik a népegészségügyi termékadó. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi kockázatot jelentő ételekért és italokért, például az energiaitalokért és ételízesítőkért, többet kell majd fizetni a boltokban. Több termék és szolgáltatás áfája viszont csökkent. A sertés, a baromfi hús, a tojás, a hal és a friss tej után most már az UHT, vagyis a hosszan friss hűtés nem igénylő tejek áfája is 5%-ra csökkent a korábbi 18%-ról. Az Agrárminisztérium az intézkedéstől a kereslet és a fogyasztás növekedését, valamint az ágazat fehéredését és az importált tejek visszaszorulását várja. Az áfa csökkenés közel 100 magyar tejipari vállalkozás versenyképességét erősíti bel- és külföldön, a fogyasztóknak pedig megtakarítást jelenthet. Egy átlagos 4 fős magyar család mintegy 45 000 forintot fordít évente tejre, az intézkedés számukra akár 7 000 forint megtakarítást is eredményezhet.
Zászlós farkú gereza született a Nyíregyházi állatparkban. A kölyök legfeltűnőbb sajátossága a szüleitől eltérő színe, hiszen a kis újszülött hófehér bundájú. Az apróság szőrzete 2-3 hónap elteltével fokozatosan fog megváltozni, és fél évesen már ugyanolyan szőrzettel büszkélkedhet majd, mint a felnőtt egyedek. A jelenleg 4 tagot számláló gereza csapat minden nap megtekinthető a park trópusi házában. Már a nagy közönség is láthatja a 4 hete született gereza kölyköt a Nyíregyházi állatparkban. Az Európai Fajmegőrzési Program keretében itt élő csapat igen sikeres, hiszen évek óta bőséges a szaporulat, s a most született utódnak játszótársa is akad 2 éves testvére személyében. A fél évi vemhességi idő után világra jött gereza kölyök, merőben más bundázattal rendelkezik, mint szülei, hiszen rikítófehér a szőrzete. Hogy pontosan miért van így, nem tudjuk, viszont a kutatások szerint valószínűleg annak köszönhető ez a világos bundázat, mert ez magára vonza a tekinteteket, és így mindig valamelyik csapattag pátyolgatni és ölelgetni akarja az új csapattagot. Ez a színvilág egyébként meg fog változni 2-3 hónapos korban a bundázat mintázata, a tenyészállatokhoz hasonlóan fekete színű lesz majd, és a fehér szőrzet meg fog jelenni a kisállat oldalán és a farkán is, erre utal a fajnév is, a zászlós farkú gereza kifejezés. A zászlós farkú gerezák feltűnő megjelenése 100 évvel ezelőtt csaknem a vesztüket okozta. Fehér szőrgallérjukat az afrikai törzsek fejdísz készítésére használták, és Európában is nagy volt a kereslet a bundájuk iránt. A főleg Közép- és Kelet-Afrikában előforduló fajnak 6 alfaját különböztetik meg a kutatók, amelyek a szőrzetük színösszeállításában térnek el egymástól. Élőhelyükön szinte mindenütt előfordulnak, de elsősorban a bambusz és esőerdő nyújt otthont a faj számára, egészen a 3000 méter tengerszint feletti magasságig. Nappali életmódot folytató fán élő majmok, elsősorban leveleket esznek. Ehhez alkalmazkodva a gyomruk sokkal inkább a kérődző patásokéhoz hasonlít, mint a többi főemlőséhez, ezért állatkerti takarmányozásuk is speciális, sok lombot és magas rosttartalmú zöldséget fogyasztanak. A jelenleg 4 tagot számláló gereza csapat minden nap megtekinthető a Nyíregyházi Állatpark trópusi házában. A megyei első osztály tabellájának 4. helyén állva várja a tavaszi folytatást a tarpai futballcsapat. A Márton István által irányított együttes ősszel 9 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 5-ször szenvedett vereséget. A nyári szünetben alaposan átalakult a tarpaiak játékos kerete, sok labdarúgó távozott. Helyükre olyan nyerő típusú futballistákat igyekeztek igazolni a vezetők, akik segíteni tudják a helyi focisulóban nevelkedő fiatalok fejlődését. Alapszélként a biztos bennmaradás kiharcolását tűzték ki, valójában azonban a középmezőny elejét célozta meg a Márton István által irányított együttes. Ehhez képest a bajnokság első felét a 4. helyen az Éllovas Nagyhalásztól mindössze 4 ponttal lemaradva zárta a tarpa. Rengeteg összetevője van ennek, sokan nem bíztak bennünk, de szerencsére a közvetlen környezet az nagyon fontos volt ehhez. Itt szeretném megköszönni a vezetőségnek a munkáját. Sokszor volt úgy, hogy kisegítettek engem a polgármester szavaival idézve az én irodalmi stílusomat. Ők lefordították a csapat nyelvére, és kicsit keményebben mondták el azt, amit én szeretnék kérni. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan társaság alakult ki, ami egyben volt nem csak a pályán, hanem pályán kívül is, és ehhez kellett az a nyugodt háttér, ami segített minket az egész őszi szezonban. Bár az edző elégedett a csapat őszi szezonban nyújtott teljesítményével, voltak olyan meccsek, amelyek után maradt benne hiányérzet. Igaz, több mérkőzés után állhatott fel elégedetten a kispadról Márton István. Negatív értelemben talán a Csenger meccs lenne az, amit kiemelnék. Nem azért, mert nem volt megérdemelt a hazai csapat győzelme, hanem azért, mert abban a meccsben több lehetett volna, hogyha fel tudunk állni. Sajnos ez a megyei osztály szépsége, hátránya, hogyha egyszerre nem játszik 2-3 meghatározó játékos. Nálunk ezen a meccsen volt a Törtei Illés, akik nem tudtak, ez nekünk nagyon meghatározta a szereplésünket. Abban a meccsben volt több, és a hazai Nyír Gyula elleni vereségünkben, ami rontott az összképen, azon kívül az összes hazai mérkőzésünket megnyertük. Abban talán több lett volna, de én utólag is azt mondom, hogy abba csúnyán belenyúltak. Volt a fehér gyarmat, amikor hazai pályán 10 emberrel tudtuk megnyerni hátrányból a mérkőzést,
azon kívül olyan csapatok ellen, akik ott vannak a táblázat elején, a Nagyhalász, utána a Mándok, aki az utánunk következő mérkőzés után 10 meccsen maradt veretlen. Tehát voltak olyan mérkőzéseink, voltak olyan hazai mérkőzések, amikor villanyfényben ezt az ellenfél edzői és játékosai is elmondták, hogy NB3-as színvonalnak megfelelő mérkőzés, feldobták az egész hangulatot. Úgyhogy volt több mérkőzés, amit ki tudnék emelni, de összességében elégedett vagyok. A téli szünetben nem terveznek jelentős változásokat Tarpán. A játékosok január 8-án találkoznak először, a rávezető hét után 14-én kezdődik majd az igazi felkészülés. Most pedig nézzük híradónk végén legfontosabb híreinket, még egyszer röviden. Amíg egyre többen várják el a magyar apáktól, hogy családcentrikusak is legyenek, addig viszont nem csökkent a velük szemben támasztott elvárás, amely szerint a férfi elsődleges feladata a család pénzügyi hátterének biztosítása. A Központi Statisztikai Hivatal új tanulmánya szerint ezért jelenleg Magyarországon nagy nyomás helyeződik a férfiakra, hiszen két egymást akadályozó feladatnak kell megfelelniük. Legyenek kenyérkeresők és törődő apák egyszerre. A problémát pedig csak fokozza, hogy gyakran a társadalmi elfogadás sem kedvez a modern apak képének. Három pályázattal is fejlesztik Máté Szalkán az ipari parkot, de a település távhőszolgáltatását is felújítják, valamint nyárra befejeződhet a városi mozi közel 790 millió forintos korszerűsítése is. Emellett két elektromos töltőállomást is kialakítottak, és három külterületi út is megújult 105 millió forintból. Máté Szalkán a beruházásokkal a foglalkoztatottság növelését és a vidék népesség megtartó erejét kívánják előmozdítani. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 4-én, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik internetes oldalunkon. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!